Amikor az első Feláldozhatók film elkészült, fogalmazunk úgy, hogy ez egy üdítő formula volt. A levitézlet akciósztárokat tömbösítő Greatest Hits mozi, amiben van valami alibi akciózás, de a lényeg, hogy egyszerre láthatjuk azokat a hollywoodi akciósztárokat, akiken mi, régiek felnőttünk. Egy jelenetben Schwarzi, Stallone és Willis egy olyan álmot váltott valóra, ami után 20 évig sóvárogtak a rajongók, plusz néhány kikacsintós beszólás. És működött a recept. A film 80 millió dollárból termelt több mint 270 milliót. És, ahogyan az lenni szokott, két év múlva követte a folytatás, ahol a Feláldozhatók száma is bővült Van Damme-mal, Chuck Norris-szal. A büdzsé ugyan 100 millióra rúgott, de a bevétel is átlépte a 300 milliós határt. A recept tehát megint bevált. Újabb két év múlva érkezett a harmadik rész, de itt már kezdett recsegni, ropogni az összhatás. Egyfelől maga Stallone is azt nyilatkozta, hogy a harmadik rész általában a legrizikósabb, mert míg a második egy természetes folyamat része, utána már eléggé kezd ritkulni a levegő. És őszintén szólva a Rambóval és a Rocky filmekkel a háta mögött, valószínűleg tudja is, miről beszélt. Vagy ezért, vagy másért, de itt már a rendezői munkát is átadta az aránylag ismeretlen Patrick Hughes-nak. Bár a harmadik rész kevesebből készült és olyan színészekkel egészült ki, mint Mel Gibson és Harrison Ford, a közönség már nem volt különösebben vevő a levitézlet akcióhősök újabb bevetésére, így a Feláldozhatók 3 bár bőven 200 millió dollár fölött hozott, de a franchise leggyengébb tagjává lépett elő. A hanyatlás tehát megkezdődött. Az okokat csak keresgetni lehet, elővehetjük a koncepció megfáradását, mondhatjuk, hogy az egész Feláldozhatók csak egyszer. Max kétszer elsüthető buli volt. Belemehetünk olyan témákba is, hogy például Stallone neve messze nem azt jelentette 2010-ben, azaz két évvel a Rambó feltámasztása után, mint mondjuk 2014-ben, és ez húzta magával lefelé a filmjei megítélését is. Amiben lehet valami, de ennek meg ellentmond, hogy még a néhány évvel későbbi Creed 2 is hozott annyit, sőt, igazából megdöbbentően hasonlóan ugyanannyit, mint amennyit a harmadik Feláldozhatók. Hogy Stallone, mint a produkció húzóneve hol tart jelenleg, szerintem jól mutatja, hogy az utolsó Rambó film bevételei még a 100 millió dolláros határt sem érték el, úgy, hogy a 2008-as Rambóra bőven e fölött váltottak jegyet. Ha mindezt összerakjuk, akkor nem csoda, hogy a kinti felületek már most úgy hivatkoznak a negyedik Feláldozhatókra, mint a széria legnagyobb bukására, pedig akkor ők még valószínűleg nem is látták. A fenti gondolatok nem a videónak szólnak, nagyjából ezek jártak a fejemben, amikor hétfő reggel elmentem a moziba. Semmit nem tudtam erről a filmről, csak hogy a film főváros két harcművész biodíszletével, Iko Uwais-szal és Tony Jaa-val erősít, akikről annyit kell tudni, hogy A. zseniális harcművészek, és B. amiből rendszerint semmit nem kamatoztat Hollywood. Itt sincs ez másként, ezúttal Uwais alakítja a gonosz, kegyetlen hadurat, akit meg kell akadályoznia a Stallone különítménynek, mielőtt kitörne a harmadik világháború. Tudjátok, a szokásos. Ja, meg itt van Andy Garcia is, aki ha még egy kicsit hízik arcra, simán eljátszhatja Orbánt egy róla szóló életrajzi filmben. Na most, nekem helyzeti előnyöm van, mert minden fontosabb premierre eljutok, ami meg nincs a moziban, azt bepótlom otthon. És tényleg rengeteg filmet és sorozatot látok egy évben, sokkal többet, mint amiről itt tartalom készül, és magabiztosan állítom, hogy az idei Feláldozhatók talán az elmúlt 3 év legrosszabb filmje, amit láttam. Nem, ez nem is pontos. Rossz film volt idén, nem kevés. Rossz volt a Kis hableány, rossz volt az Apáca 2, vagy a Gran Turismo, vagy az új Transformers, vagy a Renfield, ezek rossz filmek. De a Feláldozhatók 4 konkrétan kínos, arcpirítóan kellemetlen élmény. Olyan, mint valami kísérleti produkció, amit erre kijelölt mozikba készítenek, hogy a speciális ízlésvilágú filmnézők étvágyát elégítsék ki vele. Úgy képzeljétek el, hogy a Feláldozhatók 4 olyan elmondhatatlanul kellemetlen filmélmény, olyan arcátlanul pocsék és hitványmódra szar, hogy nem csodálnám, ha a premier tájéken becsatlakozna a film kampányába valami töményet forgalmazó cég, mert szerintem a bemutató után a nagyságrendileg meg fog ugrani a töményfogyasztók száma. Nem azért, mert ivós játékot lehet játszani rá, mint a Halálos iramban 10 szóvicceire és családozására, hanem mert annyira szubhumán színvonalat képvisel a film, ami ellen így lehet a legegyszerűbben felvértezni az elmét, hogy eleve az elszenvedett élmény befogadására képtelenné tesszük. Őszintén gondolom, hogy a Feláldozhatók 4-nek a mostani állapotánál nem kéne sokkal rosszabbnak lennie, hogy emberiség ellenes bűncselekménynek lehessen nevezni. Üldözhetné az ENSZ.
felszólalhatnának ellene Genfben. Még Greta Thunberg is felszólalhatna ellene, talán épp Genfben, mert itt most valami olyan alávaló dolog jött létre, ami ellen minimum figyelemfelhívás járna a jegy mellé, mint a 18-as karika a film elejére. De hol is kezdjem? Hogy írjon le az ember egy olyan filmet, ami 100 millió dollárból készült, de amely büdzséből a nyitóképsoron kívül nem látszik semmi? Kezdjük a legnyilvánvalóbbal. Hova tűnt Schwarzenegger? Hol van Banderas? Hol van Jet Li? Hol van Snipes? Hol van Cruise? Ezek közül többen az alapfelállás tagjai, ezek hova tűntek? Ezt valóban ellensúlyoznia kéne 50 Centnek? És Megan Foxnak? Egyáltalán amikor a castingen agyalnak, és valakiben felmerül 50 Cent, vagy Megan Fox mint lehetőség, akkor nem gondolnak meg a vészharangok? Senkiben nem merül fel, hogy ennek az egész projektnek a torka véres? Eleve amikor már csak a Need for Speed rendezője vállalja el a filmed rendezését, már akkor gyanakodni kellene, hogy ez a hajó csak süllyedni tud, pedig milyen vicces lett volna egy ilyen projektre felkérni egy hasonlóan patinás rendezőt, mondjuk John McTiernan-t. Vagy Michael Bay-t úgyis imád robbantgatni. Legutóbb a 40 millióból készült Rohanmentőt rendezte, csak ki lehetett volna matekolni őt kb. 100 misiből. A helyzet azonban az, hogy a Feláldozhatók negyedik részén leginkább az látszik, hogy büdzsétől függetlenül erre a filmre valójában senki sem akart költeni. A korábban említett nyitójelenetet leszámítva az egész mozi greenboxban van leforgatva. Néhány ponton ez olyan pofátlanul nyilvánvaló, hogy jobb érzésű néző ösztönösen felsziszen. Ha nem ment volna erre 2 óra az életemből, valahol még bámulatosnak is tartanám, hogy a Feláldozhatók 4 milyen mértékben képtelen, akár csak a szórakoztatás szándékának a látszatát is nyújtani. Ha önmagában a látvány és a színész felhozatal nem lenne elég átverésnek, akkor a kegyelem döfést a párbeszédek viszik be. Srácok? Ehhez képest a Gears of War, vagy az úszóerőt szövegkönyve, mintha shakespeare-i magasság lenne. Kb. Ezen a színvonalon vannak, hogy te, ez a csaj neked szólt. Nem. Szerintem neked szólt. Kisvártatva? Nem. Biztos vagyok benne, hogy ez neked szólt. Ez ilyen Twitter hosszúságú bejegyzés erejéig elmegy, de közel 2 órán át ilyen színvonalon társalgó párbeszédeket hallgatni, azzal együtt is szenvedés, hogy a jelenlegi felhozatalból senkitől sem várom, hogy előadja Antonius gyászbeszédét, viszont ez, ami itt a másik végletként megjelenik, kizárólag 2 esetben magyarázható. Egyfelől, ha legfeljebb 6 éves kölykök írták a forgatókönyvet, másfelől, ha ez valami kísérleti AI első projektje. De most komolyra fordítva a szót, a Feláldozhatók 4 nagyon más megvilágításba fogja helyezni mindenki számára az írósztrájkot. Ezeket az embereket a közösségnek ki kéne vetnie magából. Ezeknek az íróknak nem lenne szabad a jövőben munkát kapni a Hollywoodban. Nem az AI térnyerése okán, még az sem kell hozzá. Saját jogukon kerülhetnének lapátra. Ezeknek az íróknak nemhogy emelés nem járna, még a mostani bért is indokolatlannak tartom, teljesen mindegy mekkora összegről beszélünk. Ha én olyan munkát végeznék, mint ezek a Feláldozhatók 4-en, akkor a videón szaladna a kép, nem lenne hang, és valahol félúton véget érne a videó. Na kb. Ilyen minőségű munkát végeztek ezek a derék kollégák a háttérben. Aki pedig azzal készül védekezni, hogy de hát ilyen az alapanyag, ennél többet nem érdemlünk, azt egyfelől kérném, hogy ezt a provinciális gondolkodásmódot máshol csillogtassa, másfelől, ha egy Twisted Metalból ki lehet hozni egy bőven korrekt plusz sorozatot, akkor senkinek nincs mentsége arra, ha szart tesz le az asztalra. Egyébként meg azt a döntési pozícióban lévő személyt, aki úgy gondolja, hogy egy filmben, mármint bármilyen filmben, bármilyen kontextusban Megan Foxot kell megtenni a csapat eszének, azt nem pusztán úgy rúgnám ki a stúdióból, hogy nagy totált fotózhatna közben a Hollywood logóról is, de beutalnám egy kiadós elmekortani vizsgálatra is. És mindezt úgy sikerült összehozni, hogy a Feláldozhatók 4 nem pusztán egy rossz film lett, hanem rettenetesen kínos élmény. Nagyon kíváncsi lennék, hogy azoknak, akiktől elvárják, hogy kiadják a jegyárat, ugyanazt a 2500 forintot per fő, amit elkérdek mondjuk az Oppenheimerért, vagy a Barbieért, vagy bármiért, attól ki fog bocsánatot kérni, amikor egy 100 milliós film úgy néz ki, mint a kiszarthányás, a csapat fele hiányzik, a párbeszédek meg még egy óvoda udvarán is összetettebbek és színesebbek, mint itt. Teljes intellektuális lefegyverzettségemben, támadt révetegségemben mondom, hogy nem tudom magam elé képzelni azt a mértékű igénytelenséget, ami a Feláldozhatók 4-et legalább a tűrhető kategóriába tudja emelni. Iszonyú ritkán, szinte sohasem fordul elő, hogy a munkám árnyoldalairól kell beszélnem. A Feláldozhatók 4
tökéletesen ezt a szintet képviseli, ahonnan nézve a pince penthouse lakosztálynak tűnik. Hát, köszönöm szépen a figyelmet, kedvesek vagytok, hogy végighallgattatok. Ha tetszett a videó, lájkoljátok! Hogyha szeretnétek megosztani bármilyen véleményt, az jöhet a kommentbe, ha olyan szerencsétlenek voltatok, hogy jegyet váltottatok a filmre, akkor érdekelne, hogy nektek hogy tetszett, minden szépítés és kozmetikázás nélkül. Ha támogatnátok minket, tudjátok, YouTube-on Donablin megtehetitek, várunk titeket Discordon, és hamarosan találkozunk újra. Sziasztok!